Önnek ítélték oda 2020, tehát az idei év legsikeresebb női vállalkozójának a díját. Ezt a úgynevezett SEED vagy SED alapítvány tette meg. A kérdésem az, hogy mi volt az indok, mivel indokolták, hogy ön kapta ezt a díjat? Hát ez egy, tehát jelentkezni kellett, különböző dolgokat kértek az embertől. Az egyik volt egy a sikertörténetnek egy rövid leírása, utána pedig kellett egy videós, egy-két perces bemutatkozó anyagot küldeni, és ennek alapján választottak ki a zsűri. Egyébként hadd javítsam ki, a SID alapítványhoz valóban közel álló Professional Women's Association, a PWE, a Sikeres Nők Egyesülete adta ezt a díjat nekem. De tartalmilag mivel indokolták? Tehát aztán mi volt az a... Nem tudom, hogy fogalmazzak. Tehát mit mondtak? Miért önök kapják? Tehát mi volt? Tetszett, gondolom, a történetem. Úgy gondolták, hogy ez egy olyan sikertörténet, ami tanúsággal szolgálhat a többiek számára. Hosszú távon is, nem csak az idén, hanem jövőre is. Tehát jövőre nyilván majd egy újat választanak. Nem indokolták egyébként különösebben, hogy melyik részlete volt az, amelyik tetszett nekik. Azt sem tudom, hogy a zsűri milyen szempontok alapján ítélkezett, de egy több tagú zsűri volt. A saját szempontjaikat nem ismerem. Nem kerülhetjük ki a koronavírust. A kérdésem is erre vonatkozna. A honlapjukon van egy kis rövid videó, de ön ecseteli a gyógyfüvek jótékony hatását ilyen esetben is. Miben segíthetnek a gyógyfüvek? Érdekes módon a legnépszerűbb, bocsánat, hogy nem vártam ki a végét, a legnépszerűbb videó, amit közretettünk, az arról szólt, hogy nincs gyógynövény a koronavírusra, ez elért 1,5 millió embert. Ez nyilván az elején volt a járványnak, amikor mindenki meg volt egy kicsit szeppenve, hogy akkor mi is lesz, mert nem nagyon tudtuk, hogy mi van. Én azt gondolom, hogy az az ember, aki ezzel a szituációval visszaélt, az egy... hát az nem egy tisztességes magatartás. Én elmondtam azt, hogy tudomásunk szerint erre a vírusra nincsen gyógynövény, vannak a népgyógyászatban használatos vírus ellenes, vírusölő tulajdonságú gyógynövények, azokat fel is soroltam, ezek az orbáncfű, a citromfű, a kakukkfű, ami immunerősítő, de most sem gondolom, hogy ezek hatékonyak lehetnek a COVID-19 ellen. Édesapja kezdetben személyesen járta a piacokat, a miskolci piacot, és ott árulta a gyógynövényét, és gondolom, ez már önnek gyermekkorában is egyfajta ilyen élmény volt, tapasztalat, gyermekkori élmény. És hát értelemszerűen eljött az ideje annak, amikor az üzletet át kellett venni. Ez mennyire volt egy ilyen természetes dolog, egy természetes generációs váltás, mennyire volt ez ön számára egyfajta kényszer, vagy ez tényleg egy ilyen automatizmus volt? Hogy zajlott ez önöknél? Kicsit összetett a kérdés, és nem akarok nagyon a részletekbe belemenni. A lényeg az, hogy igen, gyerekkoromban nagyon sokat jártam a szüleimmel az erdőbe, szedtük ezt-azt, gyerekként az ember nem nagyon tudatosan csinálja ezt, tehát ilyen akaratlanul, vagy ösztönösen, vagy nem tudom, hogyan tanultam. A vállalkozás átvétele pedig úgy történt, hogy édesapám belefogott egy vállalkozásba valakivel, ami nem úgy sikerült, mint ahogy szerette volna, és akkor azt mondta, hogy hát akkor velem szeretné, amire én nem sok hajlandóságot mutattam, bölcsész végzettségű vagyok, tehát semmilyen tapasztalattal, iskolával, végzettséggel, tudással, semmivel nem rendelkeztem ahhoz, hogy elkezdjem ezt a vállalkozást. Egyedül és kizárólag az ő kedvéért fogtam bele, abban a biztos tudatban, hogy én ezt úgyis tönkreteszem hamarosan, mert én ehhez olyan szinten nem értek, hogy tehát, hogy ez biztos, hogy nem fogja túlélni az én működésemet. És akkor ez hol fordult át? Nem tudom megmondani, ezt meg szokták kérdezni, hogy melyik volt az a pillanat. Nincs ilyen pillanat. Ott fordult át, hogy egyszer csak észrevettem, hogy ja, hogy ez nem halt meg, hanem egyre jobban növekszik, és akkor még ez is kell, még az is kell, és akkor itt szép lassan elérte azt a szintet, amit ma elért, és ma is én vagyok az, aki az ügyvezetője vagyok. Édesapám a vállalkozói részéből nagyon hamar kivonult, ha mondhatom azt. Az elején ő részt vett a feldolgozás részében, gyógynövénygyűjtés, feldolgozás, vágás, szárítás, tárolás, stb. Csomagolás, de az olyan jellegű vállalkozói részét, amit én most csinálok, azt ő soha nem csinálta.
és nagyon régen már egyáltalán nincsen benne a cégnek ilyen jellegű életében. Na most az a termék, amit azok a termékek, amiket önök forgalmaznak, azok azért nagyon hagyományos dolgok, viszont az utóbbi időben már van önöknek mobil applikációjuk, YouTube csatornájuk, webshopjuk. Az édesapja, aki azért tényleg az idősebb generáció tagja, hogyan viszonyul ezekhez a technika modern vívmányaihoz? Az édesapám 92 éves, és szellemileg, fizikailag, valamint értelmileg, hogy úgy mondjam, érzelmileg minden szinten a csúcson van. Úgyhogy adnék egy példát erre vonatkozóan. Ezelőtt 2 héttel, amikor otthon voltam hosszú hónapok után, vittem neki egy tabletet, megmutattam neki, hogy kell használni, és azóta FaceTime-on hív esténként, mert megtanulta, és semmi, örül neki, hogy láthat bennünket, és fantasztikusnak találja ezt az új vívmányát a technikának. Egyébként a Facebookkal, Instagrammal, mobil applikációval olyan szinten azért nincs tisztában, tehát nem is nagyon vesz ezeknek a fejlesztésében részt. El szoktam neki mondani, hogy mi az, a múltkor azt kérte, hogy nyomtassam ki neki a honlapunkat, mondtam, hogy azt a 630 oldalt azt elég nehezen tudnám kinyomtatni, tehát azért nincs teljesen képben, de amit muszáj, azt érti és csinálja. A végére egy obligát kérdés. 2004-ben alakultak önök igazán komoly vállalkozássá, azóta töretlen a fejlődés. Hogyan tovább? Tehát most mik lesznek a következő lépések, a várható lépések? Be fogjuk fejezni az üzemünket, aminek a hármas épületnek a középső része készült el, éppen a héten zártuk be az építési naplót. A másik kettő az tető alá kerül hamarosan, és jövő tavasszal megnyitjuk, és végre egy tető alá tudjuk hozni az eddig szétszórtan működő egységeinket, a feldolgozást, a csomagolást és a raktározást. Terveim között szerepel egy újabb épület megépítése, egy újabb üzlet, Bükszentkereszten jelenleg egy bérleményben vagyunk, ami nem probléma, mert nagyon jó kapcsolatban vagyunk az önkormányzattal, és tőlük béreljük ezt az épületet, aminek az infrastruktúrája azért nem egészen megfelelő. És hát nem is tudom megmondani, vannak nyilván terveim. Én mindig azt éreztem, hogy ha az ember csinál valamit, jól csinálja, akkor valahogy, mintha a sors írná az útját, hogy merre is kell mennie. Úgyhogy én továbbra is ezt az utat szeretném majd, amit a gondviselés kiszab számomra, ezt szeretném követni. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Minden jót, viszlát.